Ungváron egy csütörtök este gyertyagyújtással emlékeztek meg a fővárosban elhunyt aktivistákról. A megemlékezésre az egész járásból érkeztek. Kicsik és nagyok együtt gyújtották be a gyertyákat. Közösen imádkoztak, és az ukrán ortodox egyházak papjai pedig misét tartottak. Január 26-án van az ukrajnai állami pénzügyi felügyelet dolgozóinak napja. 1993. január 26-án az ukrán parlament által elfogadott törvény alapján alakult meg az állami ellenőrzési szolgálat. A 2012-ben véghez vitt átszervezés során alakult meg az ukrajnai állami pénzügyi felügyelet. Képzett szakértői felügyelik a közpénz és köztulajdon felhasználásakor a pénzügyi fegyelem követelményének betartását. Kárpátalján az elmúlt héten közel 2000-en fordultak orvoshoz különféle felső légúti megbetegedéssel. Ez 700-al több, mint az azt megelőző héten. A gyengélkedők 63%-a kiskorú, kórházi ápolásra a betegek 6,8%-a, összesen 132 személy szorult. Lehet jelentkezni a külső független tesztelésre, közölte Irina Zajceva, az ukrán oktatási minőségértékelő központ igazgatója. A diákok március 5-éig küldhetik be személyes adataikat, adatmódosításra pedig március 19-éig van lehetőségük. Legfeljebb 4 tantárgyból lehet vizsgázni. A diákok ukránon kívül oroszul, románul, moldávul, lengyelül, krimitatárnyelven és magyarul is megírhatják a teszteket. Az elsőt június 3-án ukrán nyelvből, az utolsót pedig világirodalomból június 27-én írják majd. Az államnak a tesztelés 110 millió hrivnyájába kerül majd. Vidékünk történelmi egyházai is csatlakoztak az ökumenikus nemzetközi imahéthez, mely évről évre január 3. hetében zajlik. A 8 napos programsorozat keretében többek között az ungvári, munkácsi és beregszászi járásokban tartottak istentiszteleteket, és imádkoztak a keresztények keresztjének egyességéért. Az ökumené az a családokban kezdődik azért, mert hozzák egymás hagyományát, megismerik egymás hagyományát, rájönnek az értékekre, és volt idő, amikor én azt mondom, hogy az egyház késett el az ökumenéval, és én örülök, hogy évek óta próbálunk lépéseket tenni. Nem, egyáltalán nem jelenti ez azt, hogy mi felhagyjuk az identitásunkat. Mindnyájan ismerjük az értékeinket, ismerjük a másiknak az értékét, mindenki tudja, hogy miért éppen azt a ritust gyakorolja, amit gyakorol, de azt is tudjuk, hogy a Krisztus parancs az arról szól, hogy tiszteljük, szeressük a másikat, végeredményben nincs jogunk másképp viselkedni. És egyébként is úgy van, hogy aki bezárkózik, na az lesz igazából bajban, hiszen azt nem lehet megismerni. Mi meg elkezdjük egymást megismerni, kérdéseket tehetünk fel. Gyermekek, akiket az édesanyjuk a kórházban hagyott. Kárpátalján 14 ezer kiskorút nevelnek állami gyermekotthonokban. Többségüket a gyámhatóság vette el azoktól a szülőktől, akik nehéz helyzetük miatt nem tudtak megfelelően gondoskodni gyermekeikről. Egy segélyszervezet most menedékházat épített azoknak az anyáknak, akiktől az állam szociális helyzetük miatt elvenné a gyermekét. Az anya, ami krízis helyzetbe került, és 18 és 7 hónapos terhes lehetőséget kap itt lenni egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a 18 hónapot. Beregszászon holland támogatásból egy éve kezdődött el a menedékház építése. Itt 5 anya lakhat majd gyermekével. Elsősorban az anyáknak tartunk majd foglalkozásokat, képzéseket, biztosítjuk számukra lehetőséget, hogy esti iskolákba járjanak. Megpróbáljuk elérni azt, hogy megtanulják gondozni a gyermekeiket, megtanuljanak főzni, megtanulják a háztartási költségvetést elkészíteni, gondosan gazdálkodni abból a kis kevés pénzből, amit az állam tud biztosítani nekik. A menedékház hamarosan teljesen elkészül. Az anyákról és a gyermekekről gondoskodó munkatársak képzése is nem sokára befejeződik.